Magyarul szóltál? Imádkoztam. Ezt helyesen tetted. Lőjük le egymást, és kész! Hazaáruló! Nem mi cseréltünk egy eruhát! Nyomorult, félek! Csillapodj! Akkor tedd le a fegyvert, te! Jó. Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, csönd! És a dicsőség. Csönd! Most és mindenkor. Csönd! És örökkön örökké. Ámen! Akkor lőj! Lőj már!
Pipázol? Igen. Dohány nélkül. Meg a pipám törölte. Ízlik a császári dohány. Miért fohászkodtál, amikor bejöttem? Az nem rád tartozik. És használ? Nem lőttél le. Miért a hazaárulókhoz ne harcolsz? Besoroztak. Tartom az eskümet. Miattatok folyik magyar vér? Milyen nálatok azért, ha megölsz egy ilyen hazárulót, mint én? Ha? Dicsőség? Bornak jobban örülnék. Ha kiterítelek, nem megúszom a hadbíróságot. Elítéltek. Miért? Hagyjuk. Na, mondd. Hagyjuk. Csak ne tőlem bárd a feloldozást. A táborban volt egy lány. Blanka. Abort.
ellopta a sebesülteket, amíg egy visszavonulásnál golyót nem kapott a mellkasába. Ott kellett hagyjam. A parancsnokom megtiltotta, hogy maradjak. Aztán, amikor elfogtunk néhány hazaárulót... Katonát. Fosztogatókat. Katonát. Fosztogatókat. Akiket a császáriak felbéreltek, hogy öldössék a magyarokat. Aztán az egyikőjük elmesélte, hogy hogyan becstelintik meg a honvédek asszonyait. Aztán a testüket pöcegödörbe dobják. Dögölne meg az ilyen. Így is történt. A rohadékot helybe megkapta tőlem, ami járt neki. Bár a parancsnokom szerint a fegyvertelen foglyot megölni büntet volt. Belefojtottam a szót, amíg szusz volt benne. Őrült vagy, tudod-e? Én vagyok az őrült. Te akarod eltiporni a magyar szabadságot. Ez a célod, nem? A célom. Felesküdtem. Szolgáltam. 10 évet! Mehettem volna haza, ha nem jön a kurva forradalmatok. Neked nem jelent semmit a hazád? Az esküvőre készültünk. Kedvesemmel. Flórámmal. Hogy mint lesz. A hazamegyek. Na is? És. Jött ez a ti forradalmatok. Kifordult magából a világ. Flórámnak menekülnie kellett. A honvéd sereg elől. Császáriak cafkája. Ezt mondtátok rá. Megtudtam, hogy a török felé szökött. Csak hogy ott meg a menekültek felét eladják rabszolgának, hogy fedezze a többiek eltartását. És most hol van? Talán már a hágon. Utol kell érnem. Aki egyedül megy, azt összefogják és eladják, mint valami portékát. Mi csak itt öljük egymást. De közben látom a havasokon kígyózó emberáradatot. Menekülni a rabságba. Szoljának. Szolgának. Szultán ágyasának. Rohannék utána, csak nem tudok. A helyedben már rég utána szöktem Igen? volna. S hogy szöktem volna el? He?
dezertálok is. Hogy jutok át a hágón, amit ti elzártatok? Sehogy. Meghalnál. Bolondvilág ez. Mit ketten golyót kapnánk? Azért is, hogy itt beszélgetünk. És mi köt minket ezekhez a szabályokhoz? Az eskü. Meg az egyenruha. Én a magyar szabadságra tettem esküt. Szabadság. Honvéd ruha lenne rajtam. Futnék a havasokra, Flóra után. Álmodozom. Sohasem szerzel magadnak honvéd egyenruhát. Sorsot úgyse cserélhetünk. Azt nem. De egyenruhát igen. Neked az enyém kell, hogy megmentsd, akit szeretsz. Akkor menj. Te meg az én egyenruhámba menekülnél a hóhér elől, mi? Nekem azért kell a tiéd, hogy legalább eltemessem őt. A szakaszom oda lett. Te mondanád meg, ha kérdenék, hogy hová tartozol. Újra osztanának, de egy hónap múlva hazamehetsz. Te pedig futhatnál Flórád után. És mi van, ha elkapnak minket? Mi lenne? Bemutatkoznánk. Akkor hát mondd majd el. Puchner Antal főparancsnok katonája vagy. Fodor András. Harmadik zászlóalj 4. századából. Született 1811. Június 21-én, Torockón. Anyja neve Vas Irén. Közülünk már úgysem maradt senki. Én vagyok tudtommal az egyedüli túlélő. Megegyezted? Ich bin Andreas Fodor. Soldat von Anton Puchner. Ich bin Andreas Fodor. Soldat von Anton Puchner. Dritte Infanterie Regiment. Vierte Bataillon. Dritte Infanterie Regiment, Vierte Bataillon. Született 1811. Június 21-én. Anyja neve Vas Irén. Ez vagyok én. Valaha földműves. Én meg csak a kérdik madarasról vagyok. Érted-e? Kun madarasról. Ács Péter. Az apám neve Ács Péter, a nagyapámé. Ács Péter. Ez hagyomány mi nálunk. Anyám neve? Ács Péterné. Pályulá. Bem József seregében a 11. gyalogos zászlóalj második századában szolgálok. Mit mondtál, hol is születtél? Torockón. És milyen hitű vagy? Katolikus. Pápista. Add a gúnyádat te, a teremnek! Jól áll neked a császári uniform is. Meg szerencsé nincs tükör. Én is leköpném magam ebben az áraló gúnyában. Thank you.
ezt itt ne hagyd. Tarts meg. Lehet, hogy egyszerűbb lenne lelőni téged és elvenni az egyenruhádat. Guten Morgen, Soldaten! Wie die Nacht verging, waren andere gekämpft haben. Ich bin Andreas Fodor, ein Soldat von Anton Puchner. 3. Infanterie-Regiment, 4. Bataillon. Mein Sohn, erschieße diesen rebellischen Hund! Wenn ihr schießt, wird der Wachtmeister sterben! Erschieße, Soldat! Er ist ein Verräter! Verstehen Sie nicht? Wenn Sie den Befehl verleugnen, es ist militärische Übertretung. Sie sind der Soldat des Kaisers. Schießen Sie zum Donnerwetter nochmal. Er ist ein Rebell, deswegen werden Sie noch bestrafen.